Az elmúlt fordulóban aratott sporttörténelmi győzelmet követően ismét mérföldkőhöz érkezett a nyíregyházi Teke klub, míg a Szolnok ellen az első szuperligás sikert, az Ajka Kristály S ellen az első szuperligás 8-0-ás győzelmet ünnepelhették hakkerék. A szintén újonc Veszprém megyeiek ellen a szoros párharcok rendre a nyíregyháziak javára dőltek el, akik 3183 fát elérve lenullázták ellenfelüket a hazai pályának számító Ózdi Teke csarnokban. Már az első pároktól kezdve nagyon sima mérkőzés volt, a Szlovenszki Tibor 556 fával bőven hozott csapatfát, mint természetesen a Tibor volt a mérkőzés legjobb játékosa. A középső sorban is szerencsésen alakultak a szetpontok, azt lehet mondani, hogy Fortuna abszolút velünk volt minden egyes szetpontnál. A záró sorban csupán már annyi volt a kérdés, hogy 7-1 vagy akár egy meglepetés 8-0-át sikerül-e aratnunk, és ahogy mint mondtuk, hogy 8-0-ra mégiscsak sikerült diadalmaskodni, így abszolút maximálisan elégedetten távozhattunk el az Ózdi katlamból. A nyíregyházi játékosok kezdenek alkalmazkodni a korábbitól eltérő játékstílus követelő lemezes pályához, ami meg is látszik az eredményeken. Mindenki javítani tudott a korábbi teljesítményén, egyedül a Hakker Dezsőnek van egy pici lemaradása a múltkori nagyszerű eredményéhez képest, de már 60 fát sikerült javulni a csapatnak. Egy hónap múlva fogunk újra ellátogatni egy hazai mérkőzésen, akkor az egyik bajnoki nagy aspiráns, a Répcelak fog majd hozzánk látogatni. Biztos vagyok benne, hogy nem elég lesz újabb 60 fával javulnunk, hanem 100-120 fát is javulnunk kell, és akkor talán egy kiki mérkőzés vár majd egy hónap múlva. Addig két idegenbeli mérkőzés vár a jelenleg a tabella 5. hét elfoglaló NTK-ra, szombaton a Ferencváros, egy héttel később pedig a Győszul otthonában lépnek dobóálláig a szlovenszkijék, akiket október 5-én a hagyományos Kárpát-kupán a Városi Stadionban láthat majd a nyíregyházi közönség.